Azt hiszem, erre nagyon könnyen tudok válaszolni. Amikor én beléptem medikusként, Korányi Sándor intézete volt, ugye, amit akkor a Dusznyák vezetett éppen, Korányi már meghalt akkor, de ott volt kírva, hogy Salus Egroti Suprema Rex Esto, a beteg üdve a legfőbb törvény. Én azt hiszem, hogy orvos számára ez az alapvető. A beteg üdve a legfőbb törvény. A másik, ami minden ember számára alapvető, és az orvosnak egy különösképpen, soha ne tedd, ne tegyél olyat embertársadalom, hogy magadnak nem csinál. Ennyi a törvény, a többi a magyarázat. Ha valaki betartja azt, hogy nil nocere, ne árts, használj, ha tudsz, de sose árts, abból soha nem lehet baj. Az már derék, becsületes életet fog élni, ha szilárdan kitart emellett. Ebben már benne van a tolerancia, ebben már benne van a másik ember megértése, ebben benne van az, hogy irtózni fog minden diszkriminációtól. Minden jó benne van ebben az egy törvényben, hogy ne tedd másnak azt, amit magadnak nem kívánsz. És az orvos számára meg, kiegészítve, amit mondtam, ez egy alapvető. Nem lehet jó orvos rossz ember. Mi a te orvosi, kutatói arszpoétikád? Kérlek szépen, amikor volt ez a mostani 75 éves ünnepségem az akadémián, akkor is azt mondtam, amit ha már 70-es születésnapi ünnepségem is mondtam, soha nem szabad a kutatást abba hagyni, kutató sose hagyja el a laboratóriumot, sehol nem lehet olyat nyújtani, nem, kutató ne éljen máshol, csak a művész a műtermében, kutató a kutató helyen. Én abban hiszek, hogy mindig ott kell lenni azon a helyen, ahol az ember úgy érzi, hogy kinek hasznosan tud tenni. Ha valaki kutatásra születésből lehet csinálni, akkor az a leghasznosabb. Én, nekem ez az arszpoétikám, hogy nem szabad elszakadni a mindennapos kutatás gyakorlatát. Ha én nem dolgozom és rám nem hat, ha nem figyelek természeti jelenségre, ha csak az embereim hoznák be a jegyzőkönyvet, akkor én nem érezném jól magam. Tehát nekem muszáj figyelnem. És muszáj csinálni. Csinálni kell. Tehát tenni kell örökké, a kutatás sosem szabad abba hagyni. Ez az én aspekt. Mit jelent az ön számára Hippokratesz, a hippokrateszi eskü, és van-e orvosi arszpoétikája? Hippokratesz minden orvos számára meghatározó. És mindenki mást hámoz ki. Hippokrateszi esküt aztán mindenki betéve tudja, de Hippokratesz nekem egy másik mondása fontos. Az úgy szól, hogy jó orvos csak jó ember lehet. És azt hiszem, ez mindenkinek egy picit az arszpoétikája is, amit ezen a fórumon is el kell mondani. A másik, amit el kell mondani, hogy az írás tudók felelőssége az embert valamilyen szinten mindig kötelezettségre készteti. Tehát ne csak magunk használni, egy picit mások javára is éljünk, és azt hiszem, enélkül, ha ezt az orvosnak a napi praxisában nincs benne ez a gondolkodás, azt hiszem, nem érdemes betegkel foglalkozni. Mi önnek, mint orvosnak az arszpoétikája? Én elsődlegesnek az orvosi tevékenységben, legalábbis a magam elképzelése szerint a megelőzést tartom. Az a baj, hogyha a betegség már kialakulnak, akkor toldozgatjuk, fordozgatjuk a helyzetet. Az érdemes ugyan például a koleszterinszint csökkentésére valamennyire visszafedezhető, de általában ez nem jellemző a betegségre. A világszerte gyönyörű példák vannak, hogy az Egyesült Államokban hogy csökkent 55%-kal az infarktusok száma, és azt kimutatták, hogy az kétharmad részben a megelőzésre, a koleszterin, a dohányzás, a vérnyomás befolyásolása vezethető vissza, hogy csak egyharmad részre olyan csodálatos módszerekre, mint a szívműtét meg a gyógyszerek. A másik pedig azt, amit már jobbról-balról mondogattam, hogy a beteget be kell vonni a kezelésébe. Szóval nem úgy kell vizitelni, hogy az ember ilyen fenségesen elszáll a betegek feje fölött és latin szavakat mormol, hanem én a viziteken legtöbbször ilyen kis ismeretterjesztő előadásokat tartok, előveszük a lázlapot, hogy ennek önnek ilyen leletei vannak, ez most mit jelent, ha ez így marad, ha ilyen marad esély, akkor ebből mi lesz, ha 10 kilót lefogy, akkor tudom önnek bizonyítani 6 hónap múlva, hogy mennyivel egészségesebb lesz. Tehát bevonni a beteget a kezelésbe,
egész emberként vele foglalkozni. Mit jelent számodra Hippokratesz? Mit jelent számodra hippokrateszi eskü? Az orvos életében a legfontosabb, hogy megfelelőképpen tudjon kommunikálni, megfelelő empátiája legyen. És ez az orvos-beteg kapcsolat, amit azt hiszem, hogy mindannyiunkban a legmagasabb szintre kell fejlesztenünk és emelnünk, és én azt hiszem, hogy számomra ez az eskü, ez egy lelkismeretességet jelent. Tehát azt a mérhetetlen tiszteletét és elismerését, hogy a beteg, például, hogy a beteg panaszkodik, akkor mindig van mögötte valami. És meg kell találni, hogy mi az az ok, és lelkismerettel lehet csak igazán megtalálni. Hát orvosi állapotikám az, azt hiszem, az előbbiből fakadóan ennek az állandó megvalósítása és az erre való állandó törekvés. Nagyon sok beteget kezelünk nap mint nap, és mindenki valami formában más gondokkal küzdik, másféleképpen jelentkezik, és állandóan nem lehet és nem is szabad sablonokban gondolkodva ezeket kezelni, és azt hiszem az a törekvés kell, hogy vezessen minket, hogy megtaláljuk ezeket a rezdüléseket, hogy lehetne tovább lépni, és mint lehet erőt, hitet adni a betegeknek, illetve hát a közös gyógyulást hogy lehet elérni. Mit jelent önnek Hippokratesz, a hippokrateszi eskü? Hát ugye azt kellene, hogy jelentse, hogy nem okozok kárt. Hát mint állatkísérletező ez ennek az esélye nem nagy. De én azért úgy gondolom, hogy ma már 2000-ben, 2001-ben nem elég azt mondani, hogy egy orvos nem akar kárt okozni. Úgy tudja javítani a hatékonyságát, és úgy tud kevesebb kárt okozni, hogy tudja, hogy érti, hogy mit csinál. Nem elég a jó indulat egy orvosban, és nem elég az elhatározás. Tudni is kell, hogy működik az a szervezet, és akkor valóban meg tudja valósítani azt, hogy ne okozzon kárt. Professzor úr, az ön szobájának a falár van egy csempe. És a labor is tele van tréfás feliratokkal. Fordítsa ezt, legyen kedves nézőink. Hát ez ugye nem egészen szimpatikus, de hogy ez azt jelenti, hogy semmi sem fontosabb annál, mint hogy másoknak a habitusát megváltoztassuk. Hát ugye ez egy kicsit agresszív, de az is ki van írva a laboratóriumunkban, hogy a stressztől úgy lehet mentesülni, angolul van kírva, hogy az ember bolondot csinál, kifigurázza a főnökét. Visszatérve az utolsó kérdésem még erre a kis csempére, hogy ez az ön orvosi arcpoetikája? Hát nem, ez inkább a bennem lakozó, megbúvó tréfálkozási hajlam. Mert hozzáteszem, hogy még egy folyóiratot szerkesztettem egy időbe, az akta humoropatológikát, ami ki volt téve a laborasztalra, és bármi hülyeséget bele lehetett írni, és nagyon élveztük. A természet szeretete az nem múlt el azáltal, hogy én nem... Hogy is mondjam, csak ez olyasmi, ez a szerelem, ez megmaradt, ezt nem, a betegek szeretete, az nem ölte ki a természetnek a szeretetét. Ezt a kettőt tökéletesen össze lehet egyeztetni. Nem lehet azt mondani, hogy a betegek szeretete az a természet szeretete? Hát lehet, bár ezen meg őszintén szóval nem gondolkodtam. Én azt hiszem, hogy aki tudja tisztelni a betegeket, tudja tisztelni a természetet is. Vagy aki tudja a természetet tisztelni, az tudja tisztelni a betegeket is. Tehát aki az élőlényeket tiszteli, az a betegeket is tiszteli. Mit jelent az ön számára Hippokratesz, a hippokrateszi eskü? Ha itt a Nil Mozere, a Nearch elvére gondol, akkor csak részben értek egyet. Megmondom mi, de azért gondolom, hogy ez egy örökérvényű igazságot hordoz a Neács, de a mai orvosi szakma egyre veszélyesebb. Gondoljon bele, hogy a legkülönbözőbb testnyílásokba csöveket dugunk, ott kiveszünk szövetdarabokat, gyógyszereket adunk belélegezve és vérásan,
Tehát az orvosi szakma veszélyes. Ha én ne azt mondom, hogy ne ártsak, akkor ártok a betegemnek, mert a gyógyulás lehetőségétől fosztom meg. Én úgy gondolom, hogy a Nilnocere ervét elfogadva a rizikó és az előny alánya kell, hogy döntse el, hogy teszek-e valamit, vagy nem. Hozzá kell tennem, ez egy kockázatos játék. Akkor van még egy kérdésem. Mi, és a logikus kérdés ezek után, mi az ön orvosi, kutatói arszpolitikája? Jót tenni az embereknek. Amit mondtál, egy film jutott eszembe. A film címére sajnos nem emlékszem, de a dolog lényege, hogy egy orvos megbetegszik. Egy nagyon-nagyon híres sebész professzor megbetegszik. Azt hiszem, hogy égerákot kap, ha jól emlékszem, a filmben, és ott ül a rendelőben betegen, és azt mondja, hogy mit keresek én itt a csorda közepén. Majd meggyógyul, és a tanítványainak azt mondja, miután meggyógyult, és újból visszamegy tanítani professzor úr, azt mondja, most mindenki válasszon magának egy betegséget. És csinálja végül az összes vizsgálatot. Nem ez hiányzik? Nem ez kéne empátiás készségnek az orvosoknak? Hát én nem tudom, hogy mit tudom én, egy gasztroenterológus, akkor lesz jó gasztroenterológus, ha ő is lenyeli azt a csövet. Na, én se így gondoltam, nem fizikailag tudom, gondoltam, képetesen. Ez hozzáállás, ez is mentalitás kérdés. Ezt nem kell ahhoz átesnünk valamin, hogy az elesett beteg embert, hát nem is a helyébe képzeljük magunkat. Én azt gondolom, hogy a túlzott empátia az objektivitástól viszel minket. Tehát ha nagyon-nagyon sajnálom a beteget, és azért nem csinálok meg egy szükséges vizsgálatot, ami kellemetlen, de meg kéne csinálnom, attól az a betegnek rossz. Tehát a helyes arány megválasztása, vagy nem leletet gyártok, hanem a beteg érdekébe egy vizsgálatot indikálok, itt azért vannak finomságok. Van-e orvosi, kutatói arszpoétikád? Igen, a beteg mellett kell maradni. Akár gyógyítani kell, akár diagnosztizálni kell, vagy akár a megfigyeléseinket, ezt hívom kutatásnak, megfogalmazni, leírni kell. Mit jelent a számodra az, hogy Hippokratesz, a hippokrateszi eskü? Húha. Néhány évvel ezelőtt voltam Kos szigetén, ahol a hippokrateszi Asklepeion áll. Ez egy nagyon-nagyon szép építmény, egy három szintes építmény, kicsit távol a várostól, nem véletlenül, egy gyönyörű helyen, ideális helyen a gyógyításra, nagyszerű klíma, nagyszerű levegő, és relaxációra tökéletes. És nagyon sokszor végig gondoltam már magamban, de akkor újból, hogy mit jelent ez, hogy hippokrateszi eskü. Én nagyon hiszek abban, hogy az emberiségnek vannak olyan törvényei, amelyek nagyon lényegesek. Magam nem vagyok sajnos eléggé vallásos, vagy nem vagyok vallásos, inkább így fogalmaznám. De azt gondolom, hogy ilyen törvény például a 10 parancsolat. Ezek olyan törvények, amik egy adott ember életében rendkívül lényegesek. Magas erkölcsiségű törvények. Ilyen magas erkölcsiségű törvény a Hippokratész esküje is. Én magam úgy érzem, hogy lehet itt beszélni a terhesség megszakítástól kezdve a paraszolvencia kérdéséig bármiről. Mindenben, mind a mai napig az én számomra a hippokrateszi eskü az, amelyik a leglényegesebb és a legfontosabb, és amelyik útmutató ebben a dzsungelszerű szakmában. Igazi arszpoétikám talán ebből a beszélgetésből is kiderül. Én nagyon szeretnék boldog embereket és boldog, egészséges gyerekeket látni magam körül, még abban a dzsungelszerű társadalomban is, amiben itt mi élünk, és egy picikét ehhez a dologhoz hozzátenni valamit. Ez a lóerejű ember, mert a Hippokratész, ugye a hipposz a ló, a kratosz az erő, ez a név. Amikor a Szemmelweis Orvostudományi Egyetem egyes belgyógyászati klinikájának a tantermébe bemegy valaki, akkor fönt lát három képet, és a baloldali képen ott van Hippokratész, és ott vannak a tanítványok, és természetesen ott van egy beteg ember. A hippokrateszi esküt mondjuk el, akkor, amikor bekerülünk az egyetemre, mint orvostanhallgatók, és akkor, amikor végzünk, mint orvosok. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó eskü. Most két aktualitása is van, és ha megengedi, akkor ezt a két aktualitást ragadnám ki. Az egyik, hogy a hippokrateszi esküben benne van,
hogy a tanítványokat a mestereknek a tiszteletén túl és a mestereknek a gyermekeit, leszármazottait tanítani.